Bejárást tartott a Város és a Miskolc Holding vezetése, valamint a Velünk a Város frakció a Selyemréti strandfürdőben. Németh Judit, a Miskolci fürdők ügyvezetője, tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy milyen nehézségekkel és költségekkel fog járni a fürdő újranyitása. Szopko Tibor turisztikáért felelős alpolgármester szerint elkötelezettek amellett, hogy bármibe is kerül, a fürdőt újra kell nyitni. Milyen feladatokat kell elvégezni ahhoz, hogy a fürdő újranyitása megvalósulhasson? Németh Judit, a Miskolci fürdők ügyvezetője a bejáráson arról tájékoztatta a vendégeket, hogy a nagy területen fekvő fürdő állag megóvása és működtetése komoly költség. A rezsijárak megemelkedése miatt már ősszel sem lehetett az üzemeltetési költségeket kigazdálkodni, ezért nem fogadott látogatókat a fürdő. Tervezik az újranyitást, de ehhez is pénzre lesz szükség. A keddi bejárást Verespál polgármester és Szopko Tibor kezdeményezte. A turisztikáért felelős alpolgármester elmondta, hogy a város vezetése mindent megtesz a nyitás érdekében. Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy bármibe is kerül, ezt a fürdőt újra kell nyitni. Újra kell nyitni ezt a fürdőt, hiszen a miskolciak megérdemlik a selyemréti strandfürdőt, és egyébként a turisztikáért felelős alpolgármesterként úgy gondolom, hogy a turisztikai vonzerünk szempontjából is fontos az, hogy üzemel-e ez a létesítmény vagy sem. Verespál polgármester egy héttel ezelőtt közösségi oldalán jelentette be, hogy karnyújtásnyi közelségbe került a selyemréti és a miskolctapolcai strandfürdő újranyitása. A városvezető azt kérte a Városháza és a Miskolc Holding szakembereitől, valamint Németh Judit ügyvezetőtől, hogy vizsgálják meg, melyik az a legközelebbi időpont, amikor a fürdők újra nyithatnak.